2016 őszén meghívást kaptunk a Pannon Kulturális Értékmentő Egyesület kutatóitól. Hogyha kedvünk tartja, kiránduljunk velük a Pilisbe, és megmutatják nekünk Ős-Budavárát, és mindazt, ami ma maradt belőle. Kíváncsiak voltunk, mert a helyszínt a régészeti topográfia nem említi meg. Vettük a bakancsot, csomagoltunk pár szendvicset, megtöltöttük a kulacsot, feltöltöttük a kamerákat és mentünk. A kutatók már vártak. Úttalan utakon másztunk, de követtük a korabeli metszeteket, térképeket. E kis film egy új ős-Buda elméletet tár a néző elé, amely sem a hivatalos történelemtudomány, sem pedig az eddig közismerté vált alternatív elméletekkel nem egyezik. Úgy tűnik, több Buda létezett, koronként más-más helyeken. Itt vagyunk a Csenkei patak fölött, a 11-es út mellett. Megérkeztünk a Szamárhegyi leágazáshoz. Tartsanak veled! Pontosan itt állunk, ahol ezek az emberek állnak az 1500-as évek közepén készült metszeten. Ha megnézzük, itt van egy hegy, amin egy egyházi épület található. Buda-Szentlőrinc, a pálosok temploma. Ennek az altemplomában helyezték el tébai remete Szent Pál mumifikált testét egy budai körmenet után, 1381. november 14-én. A lengyelországi Csesztohovában található pálos templom ennek az eredetinek pontos másolata. A mai, illetve későbbi pálosoknak semmi köze a régi pálosokhoz, akik például itt is működtek. A Buda-Szentlőrinci pálosok központját és tagjait a 16. században pusztította el a hazánkba betört török had. A ma Budapesten található Buda-Szentlőrinci templom sem alaprajzában, sem méretében, sem helyzetében nem azonos a leírásokkal. Mellette a királynak volt itt területe, és itt pedig a város volt. Erről a város sokaknak eszébe juthat, hogy miért ne lehetne ez a mai Budapesten, a budai oldalon, hiszen hasonló az elgondolás. Igen ám, csak akkor Pesten nem síkságnak kéne lenni, hanem ugyanilyen domboknak, amit itt láthatunk. Tehát ez nem a mai Budapesten készült, ez a metszet. A felirat is mutatja Buda. Most pedig el fogunk menni, és megnézzük ezeket a falakat itt, a Szamárhegy tövében. A folyó túloldalán hegyek vannak, akkor az nem lehet Pest, hiszen Pest síkság. Hogyha pedig most megtaláljuk a falakat, az alsó falakat, akkor egyértelmű, hogy itt van. Jelenleg Wolfgang Lazius 16. századi térképét látjuk, amely az országos Széchenyi könyvtárban található. Hogyha Grán Esztergom és egy ekkora település, akkor tőle nem messze, ahol most is vagyunk, egy lényegesen nagyobb településsel kell találkoznunk. Azonban nincsen felirata. Hogyha az eredeti térképet megnézzük, akkor a felirat itt van, és az szerepel itt, hogy Szent Lazarus Szamarót. A térképészet arról szól, hogy a térképek hogyan készülnek, de a térkép tartalmáról például nem. És akkor elmentem megkérdezni, hogy tessék már nekem mondani, az a felirat. Semmit nem tudunk róla, hogy ott mi volt. Azt tudjuk, hogy hogyan készült a térkép, és a feliratoknak úgy kell készülniük, hogy egy ilyen szép kis betétre ráírták, kifaragták egy betétre, azt be is hülyeztették szintbe, és mikor megnyomták a térképet, akkor lehet, hogy az ott nem ért hozzá, és akkor azért nincs ott felirat. Ennyit tud róla mondani. Ugyanakkor a beszkenneléskor a szkennelő berendezés
felhozza a feliratot, az eredeti feliratot. A helybéliek elmondták, hogy a hegy túloldalán volt azon kereszteseknek a bázisa, akik a leprásokat gyógyították. És feltehetően a leprások szigete, Insula Leprorum, a közelben kell legyen. És nem tévesztendő össze Insula Leporummal, a nyulak szigetével, azaz a Margit szigettel. Helemba sziget, a leprások szigete. Miért? Itt Ős-Buda északkeleti oldalánál volt a keresztesek bázisa. Ők hozták be a Szent Földről a leprát, és saját társaikat itt gyógyították. Mindenki, aki elkapta a kort, a szigetre vitték át, és később ott is temették el. Leprások szigete. Ezért írja a térkép Szent Lazarus Samarot, mert Szent Lázár nevével csak lepra kórházakat fémjeleztek. Franciaországban például 2200 lepra kórház működött. Az esztergomi keresztesekről tudott, hogy Budán van a rendházuk, azaz itt, a Szamárhegy kőbányájánál. A Helemba szigeten ténylegesen találtak körülbelül 130 csontvázas sírt. De a szigeten nincs település. A sírok csontanyaga az embertani tárban található meg. Buda-Szentlőrinci fényesegyi templom volt, melynek a mondák szerint olyan magas volt a tornya, hogy déli időben árnyékozhatott Budavár főterére és várfalára. Tehát Budavárnak a közelébe kellett lennie? Tehát, hogyha déli időben vett árnyékot, akkor hogyha a nap keleten kell és nyugaton nyugszik, akkor a déli féltekén, hogyha bejárja az égboltot, akkor az árnyéka észak irányba kell, hogy vetődjön, vagyis a fényes hegyi templomtól észak irányba volt Buda. Tehát akkor Budától déli irányba kellett legyen ennek a templomnak, vagyis azon a hegycsúcson kellett rajta legyen. A nap az össze-vissza 56 fokot jár. Télen ugye itt kell fel és így vonul át, nyáron meg itt kell fel és így vonul át. 56 fokot érhet el két templomnak a keletelése. Mikor én látok egy metszetet, és azon az egyik templomról tudjuk, hogy ez biztosan jól van, és meglátjuk, hogy a másik rá derékszögben áll, akkor azt a metszetet készítő nem járt ott soha. Mert úgy a két templom nem áll. Tudjuk, hogy így áll tényleg. A vízhez képest. Ez a templom hozzá 90 fokba nem létezhet. Mert nem létezik olyan keletelés, amelyik de kelet 90 fokkal elfordítva még mindig kelet volna. Tehát ha ez keletelve van, akkor ez nincs. Meg kell nézni a két részletét. Három dimenzióban ábrázolva tökéletesen. Ezen az oldalon mi van ábrázolva? Ősrégi módon két dimenzióban egymás mögött minden is nincsen, nincs perspektívája. Ez egy összeillesztett kép. Egy összeillesztett kép. És csak azt tudja, aki ezeket mind észreveszi rajta. És hogy kapcsolódik ez a pálosokhoz? Hát a pálosoknak itt volt a főtemploma, ide hozták Tébai Remete Szentpálnak a holttestét, és egy budai körmenet alkalmával helyezték el az altemplomba, és ennek a másolata kint van Csesztohovában, Lengyelországban, ahol a festményen még az is rajta van, hogy a pálosok mészárlása Budán, csak hát a Duna is látszódik azon a festményen, és a másik oldalon viszont a Duna partján közvetlen egy hegy látható, ami a Burda hegy, amin rajta van egy erőd is. És a Duna mentén is van egy erőd, ami a másik oldalon meg megtalálható. És kik mészárolták le a pálosokat és mikor? A törökök, de az, hogy a konkrétan évszámban azt nem tudom. És itt épületmaradványoknak kellett maradnia, hogyha itt egy főtemplom volt? Fönt egy terület, tehát a térképészeti magassági ponttól 105 méterre van egy hirtelen törés a területen. Tehát nyilvánvaló, hogy ott volt vége a templomnak. Tehát pontosan ráfér, hogy 105 méter hosszú volt, 40 méter széles, és 20 méter volt az első hajója, és 106 méter magas volt. A külső fal az lehetett úgy, hogy szép kvádárkövekből nézszegletesen kirakták, vagy pedig nem, csak úgy össze-vissza, és akkor azt mondták, hogy ez opus incertum. Tehát rendszertelen rakás, de belül mögötte mindenütt római beton volt. És azért vannak neki 160-as falai, és amíg le nem omlik a külső fal, meg ez a külső fal, Aquincumnál azok a maradványok, az csak a beton belső mag. A többit ellopkodták a köveket, mert ott szépen ki volt rakva. Azt leszették, és vitték a faragott követ. Mert innen is elvitték, meg leomlott, meg legurult oda, és csak ennyi maradt meg. Az ide látogatók észrevették, hogy itt a kövek eléggé kilátszódnak itt a tájból. Ezek nem
természetes eredetű, hanem mesterségesek, ugyanis észre lehet venni, hogy ez vulkáni hamuval, tehát betoni technikával van készítve, és a kövek öntési technikával készültek. Itt följebb, hogyha sétálunk, egyébként itt az egyik bejárati része volt a városnak. A metszet alapján itt egy íves bástya látható itt fönt, itt minden hamarosan elmegyünk mellette. És itt volt mellette egy torony, aminek vélhetőleg az egyik csúcsköve pottyant le ide, ami szintén öntési technikával készült, mert a geológus erre azt mondja, hogy ez az andezit tufa, csak az andezit tufa szalvájtalanul törik, nem ezzel a törési technikával, tehát ez egy rendes törés, de viszont ezt meg kell nézni, ez egy teljesen sík, ez is egy sík, ez is egy sík, ami le van simítva, és hogyha az ember fölmegy, a másik oldalról is megnézi, akkor szintén síkokkal van határolva. Ez a kő vélhetőleg az egyik toronynak a csúcsa lehetett, a külső bástyájé, és a robbantás során ide pottyanhatott le, és ez itt megmaradt. Miért robbantották fel Ős-Budát? Feltehetően már Hunyadi Mátyás királynak volt egy kis nézeteltérése a római katolikus egyházzal. Ez az ellentét a király életébe került 1490-ben, amikor Bécsben fügével megmérgezték őt. Meghalt Mátyás, oda az igazság. Megölése után a vallási, egyház szemléleti ellentét nem csitulhatott a magyarság és Róma között. Ennek a pusztító haragnak esik áldozatul Ős-Buda. Volt olyan erő, mely a föld színéről is le akarta robbantani a magyar szakrális múltat, s ehhez meg is találta a feladatot elvégző haderőt. Mikor történhetett mindez? A mohácsi vész 1526 után és 1595 előtt. Ez a fal, ez az íves bástyának a része, ami a metszeten is látható, ez betoni technikával készült, tehát a vulkáni hamu van kötőanyagként felhasználva. Ez egy hidraulikus kötőanyag, ami víz hatására megköt, ugyanúgy, ahogy a mai cement is. A kirándulók figyelmébe ajánlanám, hogyha az íves bástya mellől ugyanazon a szintvonalon, tehát magasságot nem vesztve, haladunk végig a Duna irányában, az esztergomi oldalon, akkor szemünk elé tárulnak ilyesmi falak, amik esetenként 4-5, esetleg 6 méter vastagok, és hát a 4 és 6 méter magasságot is elérik, és hogyha tovább haladunk, akkor elérünk egy olyan falhoz is, ami több mint 80 méter hosszú, fölfelé a hegy magasságában. Ezt is megnézzük. Itt egyébként az első fal van, mellette van még egy, ebből összesen 4 van itt egymás után. Meg lehet figyelni a betorít technikát, tehát hogyha van egy kő, amit körbevesz a vulkáni hamu, és benne van egy levegőzárvány, az hogyan keletkezhetett, és ez a rés miért nincsen kitöltve. A vulkáni hamu, amikor a követ betemetné, amikor a kő visszahull, akkor minden pólusát körbeveszi a hamu, amit hogyha esik az eső, akkor betonkeménységűre megköt a hamu. És ezáltal egy homogén anyagot hoz létre. De mivel, hogy a kő később tört el, amikor a falazatba rakták, ezáltal maradhat benne levegőzárvány. Vagyis nyilvánvaló, hogy ember alkotta falról van szó, és nem a természet alkotta. Magát a vulkáni hamut, amit amikor leöntenek vízzel, akkor a benne levő oltatlan mész, amit beletesznek. Oltatlan résznek a hője, az egészet egybe cementálja. A külső fallal, a sziklafalat, a külső falat meg ezt az egészet egybe. Mikor leomlik a külső fal, meg elviszik építkezéshez, akkor ennyi marad. Jelen pillanatban itt vagyunk a Buda várának a keleti csúcsán, ahol szintén halszálka mintás fa bevágásokkal láthatóak a falak, és mellettünk itt van 80 méterre a kőbánya. Itt a bányában látható, hogy a köveket itt fejtették és nem faragták, és úgy néz ki, hogy ebből a kőből építették fel ezt a várost, sőt az esztergomi kerektemplomot és az esztergomi bazilikához is innen a környékről szállították. Innen vagy innen a környékről szállították a köveket az építkezésre. Mert ugyanezek a kövek vannak felhasználva ezek azokban az épületekben is.
Észrevehető, hogy a bányában a falnak a megmunkálása durva, tehát fejtési technikával készült, nem pedig egyenes a halszálka mintában. Észrevehető, hogy a kövek konglomerációja, tehát a szemcse eloszlása nem azonos azzal a falminőséggel, mint amit a Buda várának a többi fal szerkezetében találunk. Tehát itt sokkal több a hamu rész, az andezit, és nagyon kevés az a kő, ami kemény és építésre alkalmas. Vagyis hát nyilvánvalóvá válik, hogy ez a természetes fal, az viszont meg mesterséges. Innen indultunk lentről, erre sétáltunk fel. Itt volt az a körbástya, ahol megálltunk. Itt van az a csúcskő, amelyet az előbb megvizsgáltunk. Feltetőleg ez esett ide le a robbantást következtébe. Utána egy keresztirányú úton a 300 méteres kőfal előtt haladtunk el, és most pedig itt vagyunk fönt, és megnézzük ezt a teljesen egyenes, lefele irányuló két párhuzamos kőfalat, és mutatok még valami érdekeset. Íme az a két kőfal, a párhuzamos, ami lefele nyúlik oda, ahonnan jöttünk, ahonnan maga a metszet is készült. És ha eltekintünk oda nem túl messzire, akkor ahol az a fehér autó áll, ott van egy kicsi domb. Ez nem más, mint amit a szkíták és a hunok korában kurgánnak neveztek. Nem más, mint egy temetkezési hely. De vajon ki fekszik benne? A hunok hogyan temetkeztek? A szkíták hogyan temetkeztek? És a hunokat szkítáknak mondják még a történetírók is. Akkor tudja, hogy az ő temetésük, különösen ha nagy vezérről volt szó, hát az egy hatalmas nagy domb, azaz kurgán. Itt a krónika meg azt mondta. Tárnokvölgyi csata. Próbálnak, hogy egész. Tárnokvölgyi csatában meghal Keve, kapitány. Megtalálják a római útkövezés mellett, és akiknek a testét még össze tudják szedni, azzal együtt itt eltemetik. De közben ugye üldözik az ellenséget, Béla, Réva és Kadocsa is meghal. Azokat visszahozzák ide, és az előbb nevezett kapitány mellé eltemetik. 372-ben vagyunk. Akkor ugye csinálnak nekik egy kurgán. Mekkora egy kurgán? Ha az én népem 20.000 fős, akkor 20.000 két maréknyi föld. Akkor a kurgán. Ha nekem az népem 60.000-es, akkor annyi süvegnyi föld. Ezt így hordják össze. Ez kit a szokás szerinti temetés, az pedig kurgán tetejére. Kőbaba, hogy megjelöljék, hogy itt egy szent hely. Ez a metszet, ez a Buda Vétusz, 1700-ban készült, de van egy másik 1595-ről, ami szintén ugyanezt a Budát ábrázolja. Itt látható egy csonkartornyos, szögletes tornyú templom, mellette egy hosszúkás főhajó, ami hát nyilvánvaló, hogy keletelve van, és ha Budapesten a folyó észak-déli irányú, akkor nem arra van kelet. És aki ezt alaptalannak véli, hát ez a templom ez nem alaptalan, hanem az alja egyébként itt van mellettünk, ahol itt ez a gödör is látható. Itt látható fagerendákkal, kiszáradt fákkal körberakva a régi épületnek a nyoma, tehát egy kb. 10x10-es toronyról van szó, és mellette az oltár abban az irányban látható, tehát keletelve van, pont ugyanúgy, ahogy a metszeten is. A fotón látható fehér márványlap töredékek feltehetően a templom oltárából valók. Ezeket egy gyűjtő az 1970-es években vitte haza innen. Végül is mit keresne egy vulkáni hegy tetején egy csiszolt márványlap? A cserép töredékeket összegyűjtve a képen látható cserép edényeket állított helyre. És itt a szemben lévő gödörben, itt meg a templomnak az alsó padlózata is látható 150 cm mélyen. Jelenleg a Szamárhegy csúcsán vagyunk, a Duna felőli oldalon. Szembe a Helemba sziget, és hát jelen pillanatban ennél az épületnél tartózkodunk. Észre lehet venni, hogy ez a metszet, ez a Hartmann-Schedel-féle metszet a Nürnbergi krónikából. Erre azt mondják, hogy ez a mai budapesti Budát ábrázolja. Csak nem veszik figyelembe, hogy sem a domborzat nem stimmel, sem a fényárnyék, mert hát Budapesten a folyó északról déli irányba folyik, vagyis a nap, hogyha keleten kell, nyugaton nyugszik, akkor a nap a déli féltekén
járja be az eget, és az északi oldalra vetődnek az árnyékok. Csak kérdéses az, hogy miért vannak az épületek úgy ábrázolva, hogy a déli oldalon lenne akkor árnyékos. Vagyis nyilvánvalóvá válik, hogy ez a folyó nem észak-déli, hanem kelet-nyugati irányú, és a déli utáni napsütés az pont ebből az irányból érkezik, és ennek az épület fürdőnek a tengely iránya a Dunára egy jó pár 10-20 fokot zár be. Jelen pillanatban meg lehet nézni, hogy itt a fal mekkora méretekkel rendelkezik, és ez az épület, sőt a kapuja is megvan itt lejjebb, hogy megyünk, és emberi léptékekhez lehet viszonyítani. Itt állok a fal előtt, és szemmel láthatóan eltörpülök mellette, ez több mint 10 méter magas fal, és ha Duna felé fordulunk, akkor lehet látni a mai napig a bejáratot, ami hát olyan 6-8 méter közötti szélességgel rendelkezik, és éppen a Helenba-sziget felső csúcsára látok rá. Vagyis, hogyha a Nürnbergi krónikának a metszete az esztergomi érsek nyaralójának a tetejéről készült, onnan pontosan megegyezik a látószög és az épület alaprajza is. Itt, ha lejönnek, akkor látható a több szintes elrendezés is. Az épület komplexus belseje az több szintes volt, szemmel láthatóan itt az egyik oldalt, itt halszálka mintával van megformázva egyenesen a fal, és alatta meg durva megmunkálás, vagyis egy másik fajta funkcióját töltötte be az épület, és hogyha megfordulunk a másik irányba, akkor lehet látni a bejárati kapunak mekkora a szélessége, emberi léptékhez viszonyítva, ami a Helenba-szigetre mutat, vagy egy picit arrébb, és az épület egy kicsit nyújtott volt, és azért nem volt rajta ajtó, hogy a forró gőz ki tudjon menni, mert különben bepenészedne, begumbásodna a faszerkezet. Az előző képek itt készültek, utána egy kis szinteltéréssel, de közel azonos szintmagasságot tartva a hegyen, elindulunk a keleti irányba, és elérkezünk egy völgyhöz, ahhoz a völgyhöz, ahol a forrás víz, ebből a fürdőből való forrásvíz lefolyt ezen a völgyön. Most szemben állunk ezzel a völggyel, amit a metszeten így látszódik. Itt vagyunk ezzel a nagykapus fürdőnek a felső bejáratánál, ami a fal folytatásában lement egészen a Dunáig. Észre lehet venni, hogy ez a kapunak a bejárata nem merülleges a Duna vonalával, hanem kb. 45 fokos szöget zár be. Pontosan ugyanúgy, ahogy itt a jelen pillanatban itt az épületnek a romját itt alul észre lehet venni. Szemben látható velünk a Helenba-sziget, ahonnan készült a Tholius, vagy ez a Hartmann-Schedel-féle metszet, és így könnyebb volt elhazudni, hogy ez a Hartmann-Schedel-féle emberke nem is járt Magyarországon, és csak egy fantáziaképet rajzolt le a Budáról, ha nyilvánvalóan ez Budát ábrázolja. Elérkeztünk a lépcsős fürdőhöz, itt van négy fürdő, négy medencés fürdő, ami egymás után folyt át a víz. Tehát nyilvánvaló ez volt a felhívvizek városa, és hogyha volt meleg víz, erdő, akkor nyilván volt település is, ami nem kicsi volt, ahogy a térkép is mutatta. Nézzük meg, mennyire volt lépcsős ez a fürdő. A lábunk alól valószínűleg innen tört fel a meleg víz, amit a fürdő hasznosított, és innen 4-500 méternyire van egy másik pocsolya déli irányban, amit a vaddisznók használnak dagonyázásra, vagy tehát jacuzzira, mert télen sem szokott befagyni. Tehát itt vagyunk a lépcsős fürdőben, szemmel láthatóan onnan fentről érkezett a forró víz, itt végigfolyt az egyik medencéből a másikba, és itt a fal mellett vannak ilyen zsilipelő rendszerek, amivel a szintmagasságot és a hőfokot be lehetett állítani, és a víz így folyt végig, következő medencébe, ahol szintén zsilipelő rendszer van, a fal az faragott, és innen folyt le a Duna irányában, a völgyben, ahol az alsó részen már malmot is hajtott, ahogy a Nürnbergi krónikán lévő metszeten is látható. A Hartmann-féle metszeten a falon, hogyha végigjövünk a fürdőtől alig 100 méterre, akkor szembe találjuk magunkat egy hirtelen kivágott falszakaszból. Itt volt az egyik bástya, ami a metszet alapja, a metszet szerint beazonosítható. Ha megyünk tovább, akkor a fal tovább folytatódik a Duna irányába, ami egészen lement a 11-es útig. Nézzünk körbe arra is. Fal tetején vagyunk, és a 11-es út azt a részt kerüli ki, amit a metszeten is látható, ami lement a vízig, az a nagyfalas rész. Ezt
ma a budapesti Budára, a Várkert bazárra azonosítják, pedig nem is ott volt. Szemben egyébként itt a 60-as kilométer kőpont itt található. A kilátás az pazar, Alba régiát is lehet látni, a Garam torkolata mentén. Az egyesület kutatói szerint nagy a valószínűsége annak, és számos korabeli metszettel sikerült is beazonosítaniuk, hogy a tatárjárás előtti turulházi magyar királyok nyilvános, tehát nem a titkos koronázási temploma, a Garam torkolatánál, a mai szlovákiai Nána helyiségben található. Jelenleg szántóföld, mely az egyház tulajdonában van. A műholdképen jól látszik a felszín alatti templom pontos elhelyezkedése. A burda oldalában több erőd vagy erődlétesítménynek vagy őrtoronynak a nyoma a mai napig is megtalálható, bár hivatalosan azok sem léteznek, úgy ahogyan ezek a romok sem. És Alba régia irányából, hogyha látható Vác, akkor nyilvánvaló, hogyha a Duna másik irányában elnézünk, akkor a Váci hegy tökéletesen látható. Az a lényeg, hogy amikor a kiránduló jön, akkor a területek között magasságkülönbséget ne nagyon veszítsen, vagyis próbálja tartani azt a magasságot, hogy megtalálja mind a három látnivalót, ezt a nagykapusfürdőt, a lépcsősfürdőt, itt csatlakozik be a várfal, ami lemegy a Dunáig, és most jelen pillanatban itt vagyunk. Remélem önöknek is annyira élvezetes volt a filmet végignézni, mint nekünk elkészíteni. Köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra!